Manu könyve címmel Verebes György festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás a muzeális gyűjteményben. A Manu indiai jelentés szerint az emberi lét és világ minden lehetőségét magába hordozza. A festőművész munkáiban így például a bölcsesség, a felelősség, a szigor, a félelem, a derű vagy éppen az önfeláldozás is megjelenik. A képcímek is arra utalnak, hogy ezek tulajdonképpen állapotokat jelölnek, univerzális emberi állapotokat, amik bizonyos léthelyzetekben fölismerhetőek mindannyiunkban. Aki kicsit befelé figyel, az meg fogja ezeket az állapotokat találni önmagába. A tárlatot Verebes Ernő író, zeneszerző, az alkotó testvére ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. Mint mondta, Verebes György munkásságában fontos állomás a Manu sorozat. Ez a fajta festészet, amit ő festészetnek nevez, ez szerintem kicsit túlmutat magán a festészeten, tehát emögött nagyon, nagyon ott sejlik az a szerethető ember, akinek az arcon és kézen kívüli részeit őt nem festette meg. Viszont az arc és a kéz metafizikája között ott lelhető fel az egész szerethető emberi test. A megnyitón a két testvér, valamint jó barátjuk, Varga Endre fuvala művész játszottak el közösen egy darabot. A tárlat március 4-ig látogatható.